A mai napon nem csak a néptáncosok, hanem a népzenészek és a társas táncosok is évet zárnak. Három év után végre tudunk tanévzárót tartani. Közel 200 gyerek lép fel a mai bemutatón. Váltakozva készítettük el a műsort, néptánc, társastánc, népzene. Vannak végzőseink, akiket majd el fogunk ballaktatni nem sokára, az első fél idő végén. És hát vannak nagyon picieink, akik 5 évesek is fellépnek már a mai műsoron. A társastánc szak nagyon megfogyatkozott sajnos, úgyhogy ez a pandémia, részben a pandémia, részben pedig azt gondolom, hogy addig, ameddig a hip-hop, a modern, az talán divatosabb, a néptáncnak nagyobb hagyománya van, valahogy mindig a kettő között rekedtünk. De természetesen azon vagyunk, hogy minél több társastáncos legyen, hiszen azt látjuk, hogy a felnőttek nagyon sokan szeretnének táncolni, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen diákkorban érdemes ezt elkezdeni, és gyönyörű produkciókat lehet látni. Én nagyon büszke vagyok a gyerekeimre. Thank you.